Három évvel ezelőtt jelent meg Aszódi János Én kiskertem című könyve, amelyben az Új Mezőgazdasági Magazin főszerkesztője képletesen a saját Fülöp Jakabi tanyájára hívja meg az olvasót, hogy bemutassa tapasztalatait a zöldségek, gyümölcsök kiskerti termesztéséről, és tippeket adjon azok hasznosításához, feldolgozásához. A kötet óriási sikere még a szerzőt is meglepte, ezért döntött úgy, hogy elkészíti a második kötetet is, benne azokkal a zöldségekkel, gyümölcsökkel, virágokkal, fűszerekkel, amelyek már nem fértek az első könyvbe. Mindezeken túl a tanya új projektjei, mint a méhészkedés, a csirketartás és a földi magyaró termesztés is helyet kaptak benne. A könyv technikai bemutatójára a Hung Expo jóvoltábor dr. Balla Zoltán moderálásával az Agromas Expo színpadán került sor a kiállítás három napján is más-más vendégekkel. Nagyon sokszor elmondtam, hogy én nem tartom magam írónak, és nem is leszek az soha valószínű, az egy másik szakma. Ismeretterjesztő könyveket próbálok írni, szerkeszteni. Próbálom továbbvinni azt a munkát, amit az Új Mezőgazdasági Magazinnal ezelőtt 30 évvel elkezdtem. Ugyanis ez a műsor az, ami tulajdonképpen ihlettet ezeket a könyveket, amiket hát megírtam, illetve megírtunk a lányaimmal közösen. Ugye az első könyv az 3 évvel ezelőtt jelent meg, ugyancsak az Agromas Expo mutattuk be, és most egy technikai bemutatót láthattok. Ezt én találtam ki, ezt a fogalmat. Ugyanis az országos premierje, amikor a könyvesboltokban is meg fog jelenni, és a nyomdából is ki fog jönni rendesen, és lesz korrektúrázva, le lesz lektorálva, az majd a születésnapomon lesz teljesen véletlenül, ez tudatos, és az pedig az Alföldi Állattenyésztési Napokon lesz majd, de nem akartam kihagyni az Agromas Export, mert az Agromas Expo kiállítás és vásár az számomra az egy szent esemény. Amióta az Új Mezőgazdasági Magazint csinálok, azóta én minden egyes rendezvényén az Agromas Expónak részt vettem, és nagyon fontos számomra, hogy a műsorban ez benne legyen ez a program, és gondoltam, hogy ezt a könyvet, ezt mindenféleképpen be kell mutatni itt ezen a rendezvényen. Nagyon pozitív folyamatok zajlanak az elmúlt években, és ebben a Covid, meg az a járványhelyzet, amit 2020-tól kialakult, nagyon komoly szemléletformálást jelentett. A Covidnak viszonylag kevés a pozitív hozadéka, de az, hogy a mezőgazdaságot felértékelte, az élelmiszer előállítást felértékelte, az mindenképpen nagyon komoly eredmény, és az is egy nagyon komoly hozadéka, hogy felértékelte a helyben történő élelmiszer előállítást, a zöldségtermelést, az otthoni kertészkedést. Ezt mi tapasztaljuk, hogy nekünk van egy zöldségvetőmag előállító gazdasági társaságunk is az egyetem tulajdonában, és ott a 2020-tól nagyon jól lehetett érzékelni azt, hogy jelentősen megnőtt a kiskiszerelésű zöldségvetőmagok eladásának a mennyisége. Egyszerűen azért, mert felértékelődött a helyben termelt élelmiszer, amikor lezárultak a határok, amikor hiány alakult ki bizonyos élelmiszerekből, akkor megijedtek az emberek is, újra sokan odafordultak a helyben történő élelmiszer, meg zöldség, meg mezőgazdasági termék termelés az előállításhoz. Ez egy egyértelmű pozitív hozadék, és azért nagyon jó, hogy ilyen szakkönyvek megjelennek. Jánosnak a neve ismertsége az már nagyon sokat segít abban, hogy egy ilyen könyvet. Azt nem tudom, hogy a címoldalra jó választása mindig az ő képét tenni, de majd ezt a vásárlók eldöntik. De mindenképpen egy pozitív hozadéka is, és szerintem az edukációt, az ismeretterjesztést nagyon jól tudja szolgálni. A rektor úr képei is szerepel a könyvben, csak nem az elején, de hát majd meglátjuk, hogy a harmadik részben majd esetleg hova kerül. Gratulálok Jánosnak, biztatom és segítem is, hogy írjon, mert mondjuk több évtizedes tudományos munka és több mint 20 könyv megírása után ilyen könyvet nagyon nehéz egy kutatónak, egy tudósnak, egy egyetemi oktatónak írni. Tudnélik, János tényleg a valós zöldségtermesztésből, egyáltalán a mezőgazdaság valóságában dolgozva írja meg ezeket a történeteket, ismereteket. Ehhez én csak gratulálni tudok, és biztatom, hogy az ő saját munkájához kapcsolódóan még legyenek ötletei, és legyenek könyvei.
Az elmúlt évtizedekben mégiscsak megbizonyosodott az, és én büszke vagyok, remélem nem illetlen tőlem, hogy az én könyvem is maradéktalanul elfogyott, nem lehet már kapni. Tehát azok, akik nem hisznek már a nyomtatott könyvbe, azoknak mondanám, hogy de azért van erre igény. Természetesen elfogadom, hogy a fiatalok a digitális könyveket is szeretik, tehát biztatnálak, de biztos lesz hozzáférés más módon is. Két megjegyzésem van. Az egyik megjegyzés az tényleg a fiatalok körében. A Debrecen Egyetem nagyon él azzal és büszke azzal a lehetőséggel, hogy a Tiszántúl közepén nagy mennyiségű zöldség és gyümölcs termesztés központja, és ebben nagyon sok fiatal erőfeszítés is benne van az utóbbi időben. A másik dolog az ilyen családi vagy gyerekkori dolog, hogy én a nyarakat nagyapám birtokán töltöttem, és mai napig emlékszek mindenféle termesztett növényekre, zöldségre, gyümölcsökre, és mindig is, és mai napig is azt tartom, hogy a mondjuk 40-50 kilométeres körzetben, amennyiben van lehetőség, hogy megtermelik többen, nem mindenki, de aki csak tudja, megtermeli a szükséges zöldségeket, az egy hallatlan érték. Megmondom őszintén, hogy nekem sokféle szempontból, nyilván gazdasági szempontból is ez teljesen korrekt, hanem egyet szeretnék csak kiemelni, az egészséget, az egészséges táplálkozásnak a jelentőségét. Nagyon sok barátom van, aki különböző anyagokra érzékeny, és igen, van már arra példa, hogy keresnek megbízható termelőt a környéken, és biztos abban, hogy milyen alapanyagokat, milyen zöldségeket vesz meg. Például még a sárgarépában is fontos ez. Úgyhogy én erősíteném, hogy elsősorban az egészség szempontjából, nem tagadva, hogy ennek komoly gazdasági jelentősége van. Az egészség az első szempont ebben. Ugyanis én teljes mértékben vegyszermentesen termelem ezeket a növényeket, egyet kivéve a krumplival nem tudok mit kezdeni, a krumpli bogarakkal, ott használok, de nagyon minimális vegyszerezést. Az elmúlt évben például csak egyszer kellett permeteznem, ami szerintem fantasztikus. A két évvel ezelőtti aszályos évben, 22-ben pedig egyszer sem kellett, mert besültek a tojások, mire kikeltek volna, hála Istennek. Tehát volt annak az aszálynak kedvező oldala is. De minden esetre nálam az egészség az az első. Minden nap tanulok valamit. Én tudtam, hogy a Jánosnak nagyon komoly befolyása van a hazai agráriumnak a népszerűsítésére, de hogy az alföldi hódmezővásárhelyi állattenyésztési napokat és a születésnapothoz igazítsák, azt azért nem gondoltam volna. De hát úgy látszik, hogy a 30 év nem múlt el nyomtalanul. Hát azért szeretném elmondani, hogy ugye Jánossal elég komoly munkásságunk van a vidéki élet és a vidéki termelés népszerűsítésében. Ugye rengeteg filmet forgattunk, és még fogunk is remélhetőleg forgatni. Alapvetően ugye az MBH Banknak a takarékszövetkezeti eredete miatt a kistermelőknek a 70-80%-a ugye nálunk vezeti a számláját. Ugye ennek egy része nem piaci szereplő, hanem igazából a térség élelmiszer ellátásában, akár a falvak élelmiszer ellátásában vesznek részt. Ezt a feladatot mi magunkra vállaltuk, és szeretnénk is tartani ezt a pozíciót. Ezeknek az ügyfeleknek olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, ami nyilvánvalóan más pénzügyi intézményen nem feltétlenül elérhető. Az, hogy hogyan változott a saját, vagy akár a környezetünknek a kertészkedési tevékenysége, azt én abban látom, hogy egy lakóparkban élünk. A munka miatt nyilván nincs lehetőség most arra, hogy különösebben nagyobb gazdaságot üzemeltessünk, de az nagyon látszik, hogy a környezetünkben a városias térség elkezdett magának egészséges és jó minőségű élelmiszert előállítani. Én mindig elmondom, János könyvében is talán valahol benne van, hogy 3-4 négyzetméteren csodákat lehet művelni, ha valaki szeretne egész évben primör zöldségeket fogyasztani, főleg ha ezt meleg takarással meg tudja oldani. És az én családomban mindig is jelen volt, ez nem kérdés, hogy ezt végeztük. Ugye János könyvét átolvasva, átnézed, és sok újdonságot is találtunk ebben. És még egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni magához a könyvhöz, hogy miért fontos. Olvastam egy kutatást, ami szerint ugye gyakorlatilag a hazai fennőtt lakosságnak a fele, az egyáltalán nem olvas egy könyvet sem egy évben most már, ez 50-valahány százalék.
És vannak olyan jövőkutatási tendenciák vagy eredmények, ami szerint a jövő meghatározó értelmisége az lesz, aki mégis fenntartja a könyvolvasási képességet és szándékot, és könyveket fog olvasni. Ez egy nagyon szűk kisebbség lesz, de valószínűleg óriási hatással lesz az intuitív gondolkodás és a tudás miatt a jövő változására. Tehát én is azt támogatom, hogy érdemes könyveket olvasni, érdemes könyveket írni és kiadni, és főleg olyan szegmensekben, ahol egyébként csökken a kínálat, mert az ilyen tudás az szépen lassan, azért legyünk őszinték, többen élünk ma már városias környezetben, mint vidékiesben, ez szépen lassan azért eltűnik. Úgyhogy János, gratulálok, remélem kapunk mi is egy kis helyet a következő kötetben. Az nagyon fontos elmondanom, hogy nincs teleírva ez a könyv. Rengeteg fotót tettem bele, zömében én készítettem, illetve a gyerekeim készítették a fotókat, tehát egy képes könyv. Elmondanék egy nagyon érdekes sztorit. Volt olyan vásárlom az Én kis kertem első részének, aki a gyerekének vette meg a könyvet, ugyanis abból tanította meg neki a zöldségeket, a sárgarépát, a krumplit, meg a paradicsomot, meg a paprikát, és a virágokat is, abból tanította meg, ugyanis még erre is megfelelő, ugyanis rengeteg fotó van benne. Hát valaki nem akarja elolvasni, elég, hogyha elolvassa csak a kép aláírásokat, akkor is teljes egészében keresztmetszetet tud szerezni a könyvről, és egy csomó információt is, nagyon sok rövid kis információ is van benne. És rengeteg videó, ami ugye a YouTube-on is fönt van, tehát minden növényhez köthető bármi. Igen, ezt mi találtuk, illetve a lányom találta ki, a Júlia lányom az első könyvnél, hogy tegyük bele videókat, úgyhogy rengeteget forgatok ugye a mezőgazdasági magazinnal kapcsolatban, és ő mondta, hogy tegyünk bele QR kódokat. És ezeket tettünk bele, aztán beletettük ezt a portrékönyvbe is, és beletettük ebbe a könyvbe is, illetve beletesszük, és ez azért jó, mert a technika segítségével, a telefonnal csak oda tartjuk, és elindul a videó a YouTube-ról, és egy csomó más egyéb információt is lehet szerezni ezzel a segítséggel, ezzel a QR kód segítségével, és nem csak a kiskerti, hanem azokat az információkat is, amiket én összeszedek az országban különféle termelőknél és különféle helyeken. Aki az első kötetet olvasta, az láthatta ennek a munkának a komplexitását, mert itt nem csak arról van szó, hogy te a háztáji kertészkedésnek a csínyába próbálod bevezetni az olvasót, nem csak a palántázástól kezdve a növényvédelem át a tanácsokat, hanem a személyes élmények megosztásán túl, a befőzés titkain keresztül, a receptúratáron, annyi mindent bemutatsz és látszik, hogy olyan komplexitása van ennek a kötetnek, hogy aki írt már könyvet, vagy dolgozott már tudományos szerzői világban, az tudja, hogy milyen munka és milyen komplex látásmód kell ahhoz, hogy egy ilyen könyvet az ember összerakjon, úgyhogy szívből gratulálok neked, János, ez a munkához. Hogyha a marketing értékét kérded egy ilyen munkának, akkor azért el kell mondani, hogy marketing fontos, de hogy rektor úr erre már utalt, a koronavírus járvány alapvetően rajzolta ezt szerintem a háztáji kertészkedésről való gondolkodást. Egyrészt az élelmiszerbiztonság fontosságát felértékelte, kincsé vált az, hogyha van tudásunk és van eszközünk ahhoz, hogy a saját élelmiszerellátásunkról legalább részben tudjunk gondolkodni, és hát egy világszintű trendbe is a rövid ellátási láncok trendjébe, a háztáji kertészkedés trendjébe, a minél kisebb ökológiai lábnyomhagyásának trendjébe tökéletesen értészkedik ennek a szakmának a marketingelése. Szerintem egy nagyon fontos dologról még nem beszéltünk, arról, hogy azért van egy olyan társadalmi mozgás, hogy sokan falusias környezetből, főleg munkavállalás és az egyetemi tanulmányok miatt városba költöznek, és ott is ragadnak le, de én ezt pontosan látom, hogy Ormosa-Sopron megyében van egy fordított mozgás, és nagyon sokan városi környezetben, panellakásban éltek és születtek, és amikor az anyagi lehetőségek engedik, akkor a legnagyobb lendülettel költöznek ki vidékre, és kezdik felfedezni a vidéki életnek a nagyszerűségét. És itt nem csak marketingről, hanem arról az edukatív tartalomról is érdemes beszélni, amit ezek a kötetek adnak, mert nagyon sok fiatal van, akiknek a szakma tetszik, szívesen csinálnak, de nincs hova nyúlni tudásért. És ezért nagyon fontos, hogy ha háztáji kertészkedésről beszélünk, akkor ne csak népszerűsítsük azt, hanem legyen olyan tudásanyag, legyen olyan tudásbázis, ahova ezek a fiatalok pontosan az ellentétes irányú társadalmi mozgás után tudjanak nyúlni, és szerintem ebben a edukatív folyamatban ezeknek a köteteknek nagy előnye van, és nagyon szükség is van rá, úgyhogy János, köszönjük neked ezt a munkát. Köszönöm szépen, és két fontos téma vég van, amire kérdez már rá, ami nem volt még.
Igen, tehát jó riporter lévén elvetted a szót. Igen, tehát hogy érdekes a könyvnek az a cím, hogy Én kis kertem, azonban két fejezettel bővült a könyv. Az egyik a méhészkedés, a másik pedig a háztáji állattartás. És visszaadom a szót, hogy hogyan is vannak azok a Fülöp-Jakabi tyúkok. Hát évek óta tartok csirkéket, és hát úgy gondoltam, hogy ezt is beleteszem, a csirketartást. Minden évben kapok csirkéket, az elmúlt évben 40 darab csirkét tartottam, és 40 darab csirkét vágtam le. És volt olyan csirkém, ami felpucolt állapotban 5,5 kiló volt. Tehát még magam is elcsodálkoztam rajta. Nagyon finom tápot szoktam kapni, itt a, most nem tudom, elmondhatom-e, de a Hódmezőgazda ZRT-ben azt mondta nekem az vezérigazgató Antal Gábor, hogy adok neked egy olyan tápot, hogy majd meglátod, hogy gyönyörűek lesznek a csirkék, és igaza volt neki. Tehát nem mondott valótlanságot. És ez óriási siker, és ezt azért írtam bele, hogy más is, hogyha teheti, akkor tartson egy pár csirkét, hogyha esetleg a kakas zavarja a szomszéd, azt akkor hamarabb kell kivágni, ennyi a titka ennek az egésznek, hogy ne kukorékoljon. Na most a méhész, a másik pedig a méhészet, amit bevettem a palettára, egy barátom inspirálására, megmondom őszintén, a miniszter úrral nagyon sokszor beszélgettünk, hogy ugye méhész, köztudottan mindenki tudja, hogy ő méhész, és sokszor beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne ott egy pár családdal elkezdeni valamilyen méhészkedést. Én mondtam neki, hogy hát veszünk vagy 10-20 darabot, meg mindig, és mondta, hogy hoppá, azt mondja, alább az agarakkal, elég abból csak 4-5-5, mert azt majd meglátjátok, hogy mennyi dolog van vele. Hát igaza volt neki. Nem egyszerű ez a méhészkedés, de a könyvbe beleírok mindenféle olyan dolgot, buktatókat is, amiket hát át kellett vészelnem. De egy olyan fantasztikus dolgot találtam a méhészettel kapcsolatban, a méhekkel kapcsolatban, amit nem gondoltam volna. Ez egy csodavilág, amit ezek a méhek csinálnak, és az, ami kijön ott a pergetőből a végén a méz, az, hogyha annak egy részese lehetsz, az el se lehet mondani, hogy ez milyen érzés. Úgyhogy remélem, hogy sokan esetleg, hát aki teheti, az ha nem is méheket tart, de legalább a méz fogyasztására föl tudtam a figyelmet vonni az embereknek, mert hogy az mennyire fontos, meg a mélegelő program is, még sorolhatnám. A földi magyarul még nem hangzott el ma. Ja, az a harmadik. Én most jelképesen mindenkinek a János közvetítésével egy magyar termesztésű saját földi magyarót fogok átadni, mivel a könyv technikai bemutatóján vagyunk, tehát könyvet nem tudunk még adni, de Hódmezőn biztos, hogy mindenki kettőt fog kapni, úgyhogy mindenkinek ezzel szeretnénk megköszönni jelképesen, hogy elfáradtatok, eljöttetek ide hozzánk, és hát Jánost méltattátok. Én azt gondolom, hogy ráfért, amúgy sincs kicsi egója, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és mindenkinek jó szórakozást kívánunk az Agromas Expo-n, és visszaadom a szót Jánosnak. Én még annyit mondanék a földi mogyoróval kapcsolatban, hogy a földi mogyorót a Ballazoli hozta be a tanyába, mégpedig úgy, hogy az év agráremberén találkoztam a Mátrai féle buliban a Zolival, amikor elmondták, hogy ő földi mogyoróval foglalkozik, akkor én megkerestem, nem is igazából akart velem szóba állni, mindegy az, de aztán az lett belőle, egy nagyon jó barátság lett, és kölcsönösen hatottunk egymásra itt ebben a témakörben, és azt tudnotok kell, hogy két évvel ezelőtt már államilag elismert 3 fajtája van a Ballazolinak, és ez a termék, amit ott láttok a kezébe, ez már ennek a projektnek a vége, de erről is van szó a könyvben, úgyhogy én köszönöm a barátságot, és köszönöm Jánosnak, Nagy János professzornak, mert ő volt az, aki ezt az egészet elindította, ezt a földi mogyoró projektünket. Csak hát nem is gondoltad. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen.